úr azt mondta az előadás elején, hogy két irányból érkezett a megkeresés Magyarországhoz. Egy az iraki kormány politikai szempontból, más az Egyesült Államok katonai szempontból, hogy hogyan járulunk hozzá. Kérdésem az lenne, hogy biztos az Egyesült Államoknak erre van-e szüksége, hogy egy mögöttes területen, akár 80-90 kilométerre a Moszultól, nekünk egy harc kiszolgáló támogató német, illetve olasz táborban. Ez nem áll egy ilyen hintapolitika része, hogy adunk is valamit, mert hozzájárulunk katonai vonatkozásban a koalícióhoz, de igazából én úgy gondolom, hogy jelenlegi helyzetben az Egyesült Államoknak nem erre van szüksége. Hiszen folyik Tikritben, ugye Tikritnek a visszaszerzéséért a harc, illetve mire készülnek tavasszal, a nyár folyamán, ugye a Moszul visszavételére. Illetve engedjék meg, hogy a másik kérdésemet is akkor a Siklet képviselő úr irányába feltegyem. Ugye a képviselő úr mondta, hogy erkölcsileg nem megalapozott, hogy mi részt vegyünk. Vajon a koalíció minden tagja így vélekedne és magára hagyná az iraki kormányt, milyen eredménye lenne? Jelenleg látjuk, hogy az iraki hadsereg, illetve az iraki kormány önállóan egyedül nem képes a problémát felülkerekedni. Segítség van segítségre szorulnak, ugyanúgy, ahogy például Afganisztánban az afgán kormány, ahol továbbra is majd a jövőben az USA se akarja elengedni a kezét ugye az afgán kormánynak, mint anyagi, mint katonai szempontból, nehogy ugyanúgy járjon, mint Irak vagy Szíria. Köszönöm. Az egyeztetések ezt eredményezték, ezt a magyar szerepvállalást, az amerikai valószínűleg egyeztetést tettette erre a megállapodásra. Magyarország ezzel a képességgel rendelkezik, és erre igényt ad az amerikai, illetve a koalíciós hadsereg. Azt gondolom, hogy ennyi a válasz a kérdésre. Nyilvánvalóan, hogyha más tapasztalattal rendelkeznék, akkor azt hozzáállná fel az Egyesült Államok. Ez az a képességünk, amit Afganisztánban egyébként sikeresen tudott alkalmazni a koalíció. Szóval én azt gondolom, hogy egyértelműen fogalmaztam, de akkor megpróbálom még egyszer megtenni. Az Európai Uniónak, benne Magyarországnak van olyan lehetősége, amivel igenis hatékonyan tud segíteni a kurdoknak, illetve hát az ilyen-olyan állapotban lévő ottani kormánynak, nevezetesen megvan minden eszköze arra az Európai Uniónak, hogy föltérképezze a utánpótlás fázisát ennek a terrorszervezetnek, és hatékonyan fellépjen az utánpótlás fázisok elvágása érdekében. Hogyha holnaptól ez a terrorszervezet ellene vágva minden pénzügyi, technikai és emberi utánpótlás vonaltól, én azt gondolom, az önmagában egy óriási segítség lenne ottani kormányzatnak, illetve a kurdoknak. Nem tudom továbbra se attól elvonatkoztatni, hogy mióta megy ez az úgynevezett terrorizmus elleni háború 15 éve, 1.300.000 civil áldozata volt ennek. Ennek az elmúlt 15 éves politikának, sőt visszább is mehetünk egy picit az időben, az az eredménye, hogy komplett térségek destabilizálódtak úgy, hogy folyamatosan hatalmi vákum helyzetek alakulnak ki. Nem lehet emellett szűn nélkül elmenni, de én csodálom azokat, akik képesek egy újabb katonai akcióba úgy belemenni, hogy közben nincsen semmiféle, nem csak az nincsen meg, hogy most itt hogy fog a belbiztonsági kockázat növekedni Magyarországon, meg mi mennyibe, miért annyiba kerül amennyibe, az sincsen megtervezve, hogy egy ilyen katonai beavatkozást követően hogyan lesz egy stabil állam Irakban, és nem utolsó sorban Szíriában. Mondom még egyszer, én abban a vitában nagyon nem szeretnék belemenni, hogy aki nem ért egyet, az biztos a terroristákat támogatja. Aki kritizálja az amerikai fellépést Irakban, az biztos Saddam
tenném fel a kérdésemet, és igazság szerint nagyon örülnék, ha mindketten adnának valamilyen választ rá. Ugye felmerült korábban ebben a vitában, vagy beszélgetésben, hogy alapvetően egy olyan konfliktusról van szó, ami már azért egy ideje tart, tehát gyakorlatilag tavaly júniusban volt, ha jól emlékszem, az, hogy az iszlám állam átsöpört Irakon, Szíriából áttett a lábát Irakba, és elfoglalta Moszult, aztán a július elején volt, és ugye ez azóta tart ez a, ahogy mondták, barbarizmus. Felmerült máshol a vitában az is, hogy mi ugye most azért megyünk oda, mert most kaptunk felkérést, és egy másik ponton felmerült az is, hogy mellesleg Erdő környékén vannak a MOL-nak gazdasági érdekeltségei, felmerült más kontextusban ugye az is, hogy nagyon sok helyen láttuk azt, hogy rengeteg szereplő, aki már ott van terepen, legyenek ezek a síta milíciák, akiket ugye mondjuk tegyük fel, Irán támogat valamennyire, legyenek a szunnita helyi szerveződési milíciák, akiket feltehetőleg szunnita államok támogatnak, mind akkor kaptak erőre, amikor valami olyan területi terjeszkedése volt az iszlám államnak, ami egy gazdasági érdeket veszélyeztet. Mit gondolnak, nem áll fenn a veszélye annak, hogy ez a beavatkozás legyen akár szó a magyar részvételről, legyen szó a teljes koalíció részvételéről és beavatkozásáról, nem veti ezt fel a modernkori gyarmatosításnak a veszélyét, nem veti fel annak a veszélyét, hogy a helyiek, a helyi különböző politikai csoportok és népcsoportok szemében hiteltelenné válik egy nyugati beavatkozás, hogyha valamilyen módon gazdasági érdekhez vagy gazdasági elemekhez kötjük annak a beavatkozásnak a komolyságát, itt az időtartamát, azt, hogy milyen területre és milyen eszközökkel alkalmazzuk. Mindkettőjük véleményére nagyon kíváncsi. De éppen ezért kellene az elmúlt 15 év nem túl sikeres beavatkozásaiból levonva a tanulságot az Európai Uniónak nagyobb mértéktartást tanúsítania. Például ebben a kérdésben tudnék, hogy nem teljesen igaza van, bemennek oda európaiak, észak-amerikaiak, és a helyi népekben joggal fogalmazódik meg a gondolatok valójában, hogy azért mennek, hogy valamilyen módon átdiszponáljanak az erőforrások fele. És ez nem békét fog elhozni, nem a stabilitást fog elhozni a térségben, hanem újabb és újabb konfliktusokkal terjesztem már. Tehát én ezért tartom rettenetesen fontosnak azt a szempontot is, hogy egy katonai szerepállást megelőzően megnézzük azt, hogy mi van utána, mi van másnak, és erre nincsenek válaszok. Még Kurdisztánnal kapcsolatban még bár nem hozzám érkezett elnézést, hogy az egész kurd kérdés egy jó példa.